Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntöm Önöket odahaza a képernyők előtt, és természetesen itt a stúdióban is. Nem tudom, ismerik-e a világ egyik legszebb, hanem legszebb, ugyanakkor legtragikusabb és legkeserűbb szerelmes versét. Természetesen József Attila írta, és az a címe, hogy Nagyon fáj. És ebben írja a költő egy helyütt azt, hogy a kultúra úgy hull le rólam, mint a ruha másról a boldog szerelemben. No, most nyitásképpen megnézzük, hogy milyen is az, amikor valakiről lehull a kultúra minden szerelem nélkül. Ezzel fogunk kezdeni. És nem is mondom meg előre, hogy kit fognak Önök hallani, legyen ez meglepetés, úgyhogy azt javaslom, hogy nézzünk és hallgassunk meg együtt néhány igen érdekes hanganyagot, megdöbbentő lesz. Tessék! Szerintem ez nem az a fórum, ahol ezt meg kell beszélni. Nem, akkor én azt gondolom, hogy megfejeztem. Szakmailag további sok munkát kívánok mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy egy párat vissza kell adni a diplomáját. Na, minden jót kívánok. Szeretném, hogyha meghallgatnám el, hogy én meg a polgármester vagyok, és ha nem hallgatom, én nem hallgatom. Viszont látom, minőség tévé. Jövő, majd a pofán vágok, akkor lesz a minőség tévé. Mert én nem szóltam bele. Gyere! Albári, mindjárt ki is vágjak, aztán akkor nem kell idélni. Anita, nem állj rosszul leszel. Fejezve már! Fejezve, akkor meg mi a f***mát? Figyelj! Magánemberként? Én kint képviselő vagyok most. Szabarodják ki magánemberként az irodámból! Nem magánemberként. Hát ki vagy? Ott lehittál ide, tehát... Már véget tesse a gyűlésnek! Az öreg anyját, hogy halálosan megfenyegeti a Mónit. Ha leönteni a leányt, én nyírom ki, elvágom a torkát, azt mehet a b***ba. Tetszett? Azt a szakállas viccet ismerik, amikor a cigányember hajótörés szenved a fiával, és kiúsznak egy szigetre, és kérdezi a gyerek, édesapám, ez a sziget lakatlan? Nem, fia, most már lakatos. Na, így jártak szegény ácsiak, ugyanis amit Önök hallottak, ez Ács polgármestere, Lakatos Béla. Ő egy 150 kilós vaddisznó,
aki egyébként az egész életművét arra építette föl, hogy ő cigány, és ezzel házol, amivel egyébként joggal meg is tehetni, mert mindannyian tudjuk, hogy a magyar társadalom elképesztő örömmel és hihetetlen boldogsággal fogad minden egyes sikert, amit cigány ember él el. Lásd, tehetségkutatók, zenészek, akár a komoly zenei, ami egy kultúra teremtő ügy, ugye az MTV-n, vagy a Duna TV-n zajlik, így van, ott is nagyon sok tehetséges cigány zenész fiatal van, de akár a többi kereskedelmi tévéken zajló, ez egy öröm a társadalom számára, hogyha egy cigány ember ki tud törni a szörnyű sorsból. Tehát Lakatos Béla, Ács polgármestere is joggal büszkélkedhetne azzal, hogy ő cigány emberként mire vitte, csak hát az a baj, hogy erre vitte. Nem véletlenül idéztem József Attilát az elején, a kultúra úgy hull le rólam, mint a ruha másról a boldog szerelemben. Itt szerelem nincs, itt testületi ülések vannak, meg a helyi iskola tantestülete, ahova bemegy ez a barom, és valami egészen minősíthetetlen stílusban ordibál és üvöltözik az ott lévő tanárokkal, de ugyanígy a képviselőtársaival, fenyegetőzik, káromkodik, mint a kocsis. Lehult róla a kultúra, amit von Haus-Aus hozott magával, bármennyi iskolát is sikerült elvégezzen, sajnos kitört belőle az ősi vér. És ezzel sem lenne különösebben nagy probléma, de ismételjük meg, ez az alak, ez ma polgármester. Fenyegetőzik, visszaél a hatalmával, állítólag fizikai atrocitásra is sort került már ebben a bizonyos tantestületben, ugyanis, ami itt most nem hallatszódott, már az is megtörtént, hogy egész egyszerűen bement abba az iskolába, ahol már az egész tantestülettel összeveszett, és az éppen tornaórát, testnevelés órát tartó testnevelő tanárnak neki ment, kizavarta a gyerekeket a tornateremből, mondván, hogy a tornaterem az nem az iskola, hanem az önkormányzat tulajdona, óra közben gyerekeket kizavar ez a barom állat, majd neki megy a testnevelő tanárnak. És mindeközben azzal büszkélkedik, hogy ő cigány. Amúgy azt kell róla még tudni, MSZP-ből indult, azt színekben lett polgármester Ácson, és ezt azt hiszem 2015-ben, de ebben nem vagyok biztos, majd rettenetesen megharagudott ránk, mert mi nem vagyunk elég európaiak, és most a Momentum színeiben indult képviselőnek. Na most, pesti srácok, ahonnan egyébként a bejátszó is volt, megírja, hogy ő volt az egész országban az a képviselőjelölt, aki beállította a negatív csúcsot, lévén a legkevesebb voksot kapta, amitán a hallottak fényében érthető. Viszont ezen annyira fölháborodott, és akkor engedjék meg, hogy kicsit idézzek a pesti srácok vonatkozó cikkéből, azt mondja, Fidesz gyűlölete annyira elmélyült, hogy már nem csak a baloldali sajtóban szidalmazza a kormányt és a kormánypártot, hanem Ácson autózva, kocsija ablakán is azt üvöltözi ki az utcán járók felé, vagy a lakóházak felé, hogy mocskos Fidesz, mocsadék fideszesek, mocskos cunyiné. Ez az utóbbi különösen izgi, ugye Cunyiné Bertalan Judit volt a Fidesz jelöltje a térségben, aki torony magasan megnyerte. Ami Bélánk, meg dehogy haragszik a Béla, mert úgy érzi, hogy vele igazságtalanság történt. Aztán azt is mondta, hogy ha ő nem nyeri meg a parlamenti választást, akkor lemond,
aztán meggondolta magát, most ehelyett bejár ordítozni a saját tanáraival, meg a saját testületével. Az a kérdés, és azért is kerítettem ennek ekkora feneket, hogy vajon köteles-e eltűrni akár a képviselőtestület, akár a tantestület, hogy egy állattá változott polgármester ezen a hangon beszéljen velük. Vagy tán itt az idő, hogy eltakarítsák. Eltakarítsák, kedvenc kifejezésünkkel, már önök is tudják, anyja keservébe, ugyebár. No, ennyit akkor erről a helyes emberről, reméljük, hogy lesz folytatása. És akkor nézzük, kicsit kalandozzunk el Európába, ott is izgalmasabbnál izgalmasabb dolgok történnek. Most például éppen az derült ki Németországban, egyébként nem először, mert ezt már évekkel ezelőtt is megírták a lapok, csak akkor még mindenki letagadta. Most azonban maga a német hatóságok készítettek, csináltak egy belső vizsgálatot, ahol kiderült, hogy a Németországban menedékjogot kapott menekültek hazajárnak nyaralni. Hazajár. Fölveszik a zsét Németországba, eurócskát, majd hazaruccannak Szíriába ide-oda, ahonnan elmenekültek a háború elől, azért lettek befogadva. Olyan életszerű, nem? Tehát ez kristálytiszta. És ezt a németek behunyt szemmel tűrik. Azt írja ez a, ugye a Die Welt hozta nyilvánosságra ennek a bizonyos belső vizsgálatnak, ami a menekültügyi hivatalnál zajlott, ennek az eredményét, és egyebek mellett ilyen dolgok vannak megállapítva benne, hogy sokan csúsztak át hamis személyazonossággal a szíriai vagy iraki menekültként elismert kérelmezők körében. Más országok, például Törökország állampolgárai is vannak. Ah, mi csodás! Ezt is évek óta mondjuk. Jön boldog-boldogtalan. Bemondja, hogy ő szír vagy afgán, mert ebben az esetben számíthat leginkább arra, hogy menekültként elfogadják a menekült kérelmét, azt utóbb majd kiderül, hogy török, meg tunéziai, meg marokkói, meg a búbána, mindenhonnan, ahol híre nyoma nincsen a háborúnak, de pusztán azzal, hogy bemondja, hogy szír, már is mehet be. Ennek folyománya, erről is már elég sokat beszéltünk, hogy hova jutott az Európai Unió. Ma elég azt mondani a menedék kérőnek, hogy ő homokos, és azonnal menlevelet kap mindenre. Mert szege buzit visszaküldeni tilos. Ez ma a Európába bejutás első számú feltétele. És Soros Gyuri bácsi mindenféle vonatkozó szervezetei természetesen kilobbizták, hogy pszichológus oda sem mehet, hogy megvizsgálja a delikvenst, hogy tényleg homokos-e. Hát az emberi jogok durva megsértése. Úgyhogy ad abszurdum, jön a 25 éves afgán hetero csávó, azt mondja az unió határán, hogy ő 16 éves budi szíriai, beengedik, aztán a parkban jó megerőszakolja a 9-10 éves kislányokat. De nem lehet megvizsgálni sem az életkorát, orvosok se vizsgálhatják meg, mert az tilos, az is súlyos beavatkozás a emberi jogaiba. Nemi irányultságát nem lehet megvizsgálni, életkorát nem lehet megvizsgálni, állampolgárságát nem lehet megvizsgálni. Azt legfeljebb majd utólag kiderül, legkésőbb akkor, amikor hazament nyaralni. Isteni hely ez az Európai Unió, nem? És ez az az Európai Unió, amelyik most éppen azzal van legfrissebben elfoglalva. Na, mivel is van elfoglalva? Ugye hetek óta minket vegzálnak, Sargentini jelentés, és most mindenféle bizottságok további jelentéseket fűznek a Sargentini jelentéshez.
nem fogják elhinni, az Európai Unió nőjogi bizottsága is bejelentette, hogy tragikus állapotok uralkodnak Magyarországon, és nőjogi ügyek miatt is el kell indítani ellenünk a hetes cikkely szerinti eljárást. Ugyanis 18-5 arányban fogadták el ezt a csodálatos jelentést, aminek az alapját a következő megállapítások képzik. Nincs a kormányban női miniszter. Ez mindjárt szarva közt a tőgye, mert egyébként van. Mint ahogy volt az előző ciklusban is, ugye Németné hosszú éveken keresztül miniszter volt, az elkerülte a figyelmüket. Meg amúgy is most tényleg, tehát azért kell elindítani a hetes cikkely szerinti eljárást, mert a kormányban nincsen nő. Tehát érzik ennek az egésznek az elme baját? Ha amúgy nem lenne. Aztán a alaptörvényünkbe is belefoglalt családmodell az elavult. Már nem elég európai. Mert hogy az van az alaptörvényben, hogy a család az egy férfi és egy nő szövetségén alapuló természetes egység. Férfi és a nő nem elég európai. Aki ezt vallja, az szembe kell, hogy nézzen az Európai Unió haragjával, mert hogy a család modern felfogásban, hát mit is mondjak, most meg nem mondanám hirtelen, hogy micsoda a család modern felfogásban, de semmiképpen sem egy férfi és egy nő kapcsolata. Azon kívül aggodalmaskodnak amiatt a nőjogi bizottságban, figyeljenek, a kormány retorikája és szimbolikája miatt, amely a nőket anyai szerepükre redukálja, és csak e szerepükben ad nekik tiszteletet. Ez mindössze annyit jelent, hogy a magyar kormány meghirdette, hogy mivel a demográfiai helyzet tragikus, ezért tán jó lenne, hogyha a nők az egészet a nőkre lőcsölni, fenntartva abbéli középkori meggyőződését, hogy jobb, hogyha a nők szülik a gyerekeket, mintsem ha a férfiak, vagy hogyha egy pávián orgia után találjuk meg őket. Teljesen középkori hozzáállás, én elismerem. És természetesen az Európai Unió nőjogi bizottságának az is a problémája, hogy nálunk rettenetesen szigorú és idejét múlt az abortusz törvény. Bárki elvetetheti a gyerekét Magyarországon, sajnos, teszem mindjárt hozzá. De rettenetesen szigorú és elavult a törvényi szabályozás nálunk, ugyanis a műtéti beavatkozás előtt az abortuszra jelentkező nőket nem meghallgatják, hanem egy tanácsadáson kell részt venniük, ahol szakemberek megpróbálják elmagyarázni nekik, hogy van ennél jobb megoldás. És hogy egészen biztosak-e abban, hogy el akarják vetetni a gyereküket, mert ha pusztán anyagi okok vagy családi okok miatt, akkor ezer és egyféle megoldás közül válogathatnak, és az állam ezer és egyféle megoldást nyújt nekik. Na, a fényességes Európa szerint ez teljesen elavult középkori módszer, és ezen sürgősen változtatnunk kell, különben szembe fogunk nézni a rettenettel a hetes cikkely szerinti eljárással. Nyasgem, így tudnám röviden összefoglalni véleményemet az Európai Nőbizottság szeretve tisztelt munkatársairól. Sőt, dupla nyasgem. És akkor a végére szeretnék egy nagyon fontos dolgot. Ha már ennyit beszéltem a nőkről, akkor férfi társaim figyelmét szeretném felhívni arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit, hogyan csinálunk. Ugyanis ausztrál tudósok éppen most állapították meg, hogy a kihalás szélére sodortak két erszényes fajt a 14 órás szexmaratonok. Arról van szó, drága férfi társaim, hogy él Ausztráliában két pici erszényes,
akiknél az a helyzet, hogy 3 hétig tart a párzási időszak, és ezen 3 hét alatt a hímek napi 14-18 órát folyamatosan szexelnek. És ebbe aztán meg jól belepusztulnak. És most a faj a kihalás szélére került, mert hogy a túl sok szex is ide vezet, és ezt csak azért gondoltam, hogy mindenképpen megosztom önökkel, hogy ne tessék neki vadulni. A napi 14 órás szexet kéretik kicsit visszavenni, mert lám, így is épp elég bajunk van a demográfiával, még az hiányzik, hogy itt a végén kipusztuljunk. Maradjunk ennél a napi 1-2 óránál, és aztán életkorunk előre haladtával, akár a heti 2-3-1 óra is bőven elég lesz. Rendben van? Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az első résznek ezennel vége. Úgyhogy a stúdióban köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig jelzem, hogy rövid szünet után folytatjuk, és vendégem Gulyás Gergő lesz. Folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban, Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, szervusz. Szervusz. Berlinben voltál még a minap, és ezzel kapcsolatban szegezném torkodnak az első kérdést. Körülbelül egy évvel ezelőtt egy illetékes német miniszter azt mondta, hogy olyan, hogy német kultúra már pedig nem létezik. Körülbelül egy hete pedig egy zöldpárti német képviselő azt mondta, hogy olyan, hogy német nép nem létezik. Gergő, hol voltál te? Hol voltál te, és kikkel beszéltél? Én a CSU-s Bundestag alelnökkel találkoztam, és vele együtt szólaltam fel a Magyarország Barátai Alapítványnak a rendezvényén. Ugye Németországban ezek a viták valóban annyival élesebbek, hogy ott ez a fajta abnormalitás, amit a kérdésben foglalt mondatok is sugalnak, az a politikai mainstreamnek a része, hiszen a zöldek kifejezetten a baloldal, tehát a posztkommunista párt ezt képviseli, és azért legyünk őszinték, a szociáldemokraták is nagyjából ezt képviselik, legfeljebb kevésbé merik kimondani. A CDU-nál sokszor nem tudjuk pontosan, mit képviselnek, de azért ők inkább szeretnének ettől elhatárulni, vagy ezzel ellentétes folyamatokat látni. Kétségkívül a CDU sem jobbra tolódott Angela Merkel kormányzása alatt, és a CSU az, aki pedig ezekbe a kulturális vitákba egyértelműen beleáll, és azt állítja, hogy van német vezetőkultúra, hogy kell, hogy legyen német nemzeti identitás, hogy nincs európai identitás, nemzeti identitás nélkül, tehát a bajorok azok, akik ott nekünk ilyen szempontból az értékvitákban a legszorosabb szövetségeseink. A CDU-ban pedig vannak sokan, akikkel a viszony jó. Attól balra a német politika az magyar szemmel, legalábbis egy kereszténydemokrata szemmel nehezen fogyasztható. És az AfD? Az AfD-t az a jogos és érthető igény hívta életre, hogy a Merkel-féle menekült politika 2015-ben rossz irányt vett. Az AfD azt megelőzően nem jutott be a parlamentbe. És azt láttuk Magyarországon is 2006 után, hogyha egy kormány nem képes rendet tartani, és nem képes a biztonságot fenntartani, és a biztonság érzetet is garantálni a polgárainak, akkor a legradikálisabb válaszok is népszerűvé válnak. Az AfD-nek, hogyha megnézzük a programját, akkor természetesen találunk benne olyan pontokat, amelyekkel maximálisan egyetérhetünk, de vannak valóban szélsőséges kijelentései is AfD-s politikusoknak. Mi az Európai Néppártban a CDU-CSU partnerei vagyunk, és ideológiailag pedig egyértelműen a CSU áll hozzánk a legközelebb. Na, most ezek voltak a pártok, őket most toljuk félre. Nem tudom, hogy amikor kint vagy Németországban, mennyi időd van egyáltalán ilyesmire,
de ha van egyáltalán valamilyen képed, mit gondol a német társadalom? Mi van a német emberek fejében, mondjuk olyan ügyekben, hogy nincs német kultúra, nincs német nép, migránssimogatás van, mindenki jöhet. Most írta meg a Die Welt, kiderült, hogy menekültként, háborús menekültként befogadott migránsok hazajárnak nyaralni. Mikor ez úgy kiderül, akkor mégis mit mondanak a német emberek? Hiszem a német politika és a német társadalom közötti különbség az kifejezetten nagyobb, mint más európai országokban. És ennek az az oka, hogy ezt a végtelen politikai korrektséget, ami a német politikát jellemezte, a német társadalom azért fogadta el, mert olyan jólétben él és élt, amilyenben egyébként soha még a II. Világháború után sem, vagy a 80-as évek második felében sem éltek nyugaton ilyen jólétben. Ha meg akarjuk érteni mondjuk, hogy Merkelnek miért vannak erős támogatói, akkor azért azt látni kell, hogy 2700 eurós átlagbér volt Németországban, amikor ő kancellár lett, ma pedig 3800 euró az átlagbér. Ez iszonyatosan nagy összeg, ebből látszik, hogy ez milyen gazdaságilag milyen erős ország. Ugyanakkor nekem mindig az volt a benyomásom, hogy a német társadalom cserébe ezért a jólétért elfogadta azt, hogy a politikai korrektség jegyében és sok mindenről pedig nem szabad, vagy legalábbis a politikában nem illdomos beszélni. Ez így volt 2015-ig, csak hogy 2015-ben ez a félreértett politikai korrektség vezetett oda, hogy 1 millió ember látogatta meg Németországot, akiket egy ideig Willkommens kultúr keretében szeretettel látott a német politikai elit, majd rájött, hogy már nem újra a folyamatoknak. És igazából ezt az uralmat a mai napig se tudta teljes egészében a német közigazgatás visszaszerezni. Több mint 300 ezer ügyben van például fellebbezés olyanok esetén, akiktől a menekült státuszt megtagadták, és most elmentek bíróságra, ez a teljes közigazgatási bíráskodást lebénítja, vagy legalábbis nagyon megnehezíti a működését Németországban. Tehát amikor a valóság az a migráció képében szembejött a politikai korrektséggel, onnantól kezdve a német társadalmat is elkezdte zavarni az, hogy a saját politikai életükben ennyire az a meghatározó, hogy milyen témákat szabad érinteni, és melyeket nem. Ma ott tartunk, hogy a német társadalomnak 22%-a úgynevezett migrációs hátterű, tehát vagy ő, vagy pedig a szülei már nem Németországban születtek. Az a megdöbbentő gondolatom támadt most, hogy hallgattalak az ügyben, hogy a társadalom és a politikai elit között megköttetik az alkó, hogy a jólétért cserébe ti bizonyos dolgokról nem beszéltek. Ezt a magyar társadalom 4 évtizedig Kádár Jánossal gyakorolta, kicsiben. Nálunk nem volt 3800 eurós fizetés, de mondjuk a magyar társadalom azt érzékelte, akár a románokhoz, akár a csehekhez képest, hogy ugye a szocialista lágerben Magyarország a legvidámabb barak. Tehát kvázi az adott körülmények között mi éltünk a legjobban, vehettünk nadrág szép parcellát az M7-es mellett, kaptunk Wartburgot, Trabantot, Zsigulit, ha kivártuk a 2-3-4 évet, hétvégén jutott pörkölt, meg meleg kinizsisör, és mindezért cserébe be kellett fogni a pofánkat. Nem? Tehát? Eddig ezt cserébe tegyük hozzá, ami szintén fontos, volt egy biztonságérzet, egy diktatúra által biztosított közbiztonság is. Most Németországban ez szűnt meg, és innentől vált az egész kérdés érzékenyé. Természetesen Németország a alkotmányos rendelkezéseknek megfelelően a szólásszabadságot biztosítja, de az tény, hogy a fősodortól élesen eltérő állásponttal a német politikában nagyon nehéz megjelenni. Az AfD-nek azért sikerült, mert a migráció ügyében a kormány válasza az a választópolgárok döntő többségének a véleményével nem találkozott, és azért tegyük hozzá, hogy ez a keleti területeken, tehát az egykor volt Kelet-Németországban, oda vezetett, hogy vannak olyan tartományok, ahol majdnem 50%-át a szélső jobbnak nevezett AfD és a szélső bal, a Die Linke megszerezte a szavazatoknak. Tehát az a nagyról beszélünk, hogy nagy koalíció van ma Németország. A valóság az, hogy nincs már nagy koalíció, mert ennek a koalíciónak körülbelül a parlamentben a mandátumok 58%-a áll rendelkezésére. Tehát a nagy koalícióból egy normál koalíció lett azáltal, hogy mindkét párt vesztese volt a választásoknak, még akkor is, hogyha nyilván a legerősebb erő a CDU-CSU maradt.
ugye a Szászoknál az AfD megverte a CDU-t. Igen, ott egy 10%-kal, de megverte Szászországban az AfD a CDU-t, ezt senki el nem tudta volna képzelni, akár 3 évvel ezelőtt sem, de még a migrációs válság után sem Németországban. Térjünk haza, a parlamenti meghallgatásodon, úgy térünk haza, hogy egy kicsit azért még kimaradunk, a parlamenti meghallgatásodon pontosan azt hangsúlyoztad, hogy Európában az abnormális lett a normális. Hogy kicsit leegyszerűsítsem, és egy Ionescu idézetet hozzak ide. Ugye Ionescu mondta azt bizonyos életkorában, hogy megszűnt a szürreális, mert a szürreális lett maga a realizmus. Ugyanezt mondta csak normalitással és abnormalitással. Mit értsünk ez alatt? Elsősorban, hogyha az Európai Unió nyugati felét, az egykor volt fal túloldalát nézzük. Én még ezt a megjegyzést az Európai Parlamentre szűkítettem, tehát szerintem, ha megnézzük az Európai Unió intézményeit, akkor ahol valóban divattá vált a deviancia, az az Európai Parlament. Ugye erre mindig azt szokták mondani, és ez kérdésként felismerült a bizottság meghallgatásom, hogy de hát mi is az Európai Néppárt tagjai vagyunk, az Európai Néppárt a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. De a helyzet az az, hogy ugyan valóban a legnagyobb az Európai Néppárt, de összességében kommunisták, szocialisták, zöldek, liberálisok többségben vannak. És ha valaki ma megnézi, hogy miről, milyen határozatok születnek, akkor tényleg azt látjuk, hogy a papír ugyan mindent elbír, de sem jogi alapja nincs olyan értelemben, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik az Európai Parlament, ami a lisszaboni szerződés alapján egyértelműen nemzeti hatáskörbe tartozik, és semmi köze hozzá az Európai Unió. Másrészt meg olyan elveket és értéket hirdet, amiket mi nem tekintünk értéknek semmiféleképpen. Tehát van egy ilyen értelemben vett komoly értékvita Európában, ahol, amit röviden úgy lehet összefoglalni, hogy azok az értékek irányadóak-e még, amelyek jegyében egyébként a II. Világháború után az európai közösség megalakult és létrejött. Tehát keresztény gyökerű Európa, keresztény kultúráról beszélhetünk Európában, megőrzendő értékek ezek, és miután a magyar kormány a leghatározottabban és a legvilágosabban igennel válaszol erre a kérdésre, ezért mi vagyunk azok, akik leginkább a támadások keresztüzébe kerülünk. Akkor most már tényleg jöjjünk haza egy kicsit. Jobbik. Túl vagyunk a Jobbik tisztújító kongresszusán. Papírforma vagy nem papírforma, ezt nehéz eldönteni. Minden esetre az azóta eltelt egy hét az egyre inkább afelé tereli a dolgokat, legalábbis egy kívülálló így látja, hogy ketté fog szakadni a párt. Van-e, vagy lesz-e, ha ez bekövetkezik, lesz-e ennek bármiféle ráhatása a magyar belpolitika egészére? Hát, miután a Jobbik a második lett a választásokon, még hogyha nagyon le is maradt a első helyezettől, tehát tőlünk több mint majdnem 30% volt a különbség, de ettől még tényszerűen igaz, hogy a második legerősebb párt Magyarországon, amit sokszor elmondtak, az a választások eredményeként valóban igazzá vált, de azt látjuk, hogy ez a párt megosztott, és nyilván amiatt a elvszerűséget nyomaiban sem mutató fordulat miatt vált a Jobbik megosztottá, amelyet még Vona Gábor elnöksége alatt sikerült bemutatni. És hát azt láttuk, hogy itt az identitás vesztés hívei, tehát az önazonosság tudat feladásának a hívei csaptak össze a korábbi, valóban egyébként sok szempontból szélsőséges, de létező önazonosság tudat híveivel. És majdnem fele-fele arányban, de szerény többséggel azok nyertek, akik a Vona Gábor féle utat akarták folytatni. Ebben a folytatásban viszont a párt egy jelentős része úgy tűnik, hogy nem lesz partner. Úgyhogy egyenlőre ezt látjuk. Ha az a cél, és sokszor felmerült, hogy Vona Gábornak az a cél, hogy olyan pártot tudjon kialakítani, ami a baloldallal, beleértve akár még Gyurcsány Ferencet is képes együttműködni, akkor úgy tűnik, hogy a Jobbik hivatalos vezetése ebbe az irányba fordult, és ebben az irányba haladt tovább. Gondoljunk csak bele, friss hír, hogy a 8. kerületben nem fognak jelöltet indítani az önkormányzati választásokon. Pénzhiányra hivatkozva. Hát, igen, pénzhiányra hivatkozva, bár ugye tudjuk, hogy az önkormányzati kampány olyan nagyon sokba azért nem kerül, tehát semmi akadálya nem lenne annak, hogy valaki összegyűjtsön néhány száz aláírást, és utána jelöltként elinduljon, és a Jobbik is rajta legyen a szavazólapon. Tehát ezek a lépések azt mutatják, hogy ma a Jobbikban azok vannak többségben, akik nem
egyszerűen valamilyen nyitást vagy középre húzást akarnak, hanem igenis a balliberális oldal partnereiként is el tudják képzelni azt a Jobbikot, amelynek a léte és alakulása ezzel összeegyeztethetetlen. Más, de még mindig belpolitika. Ha jól emlékszem, kedden zajlott a parlamentben egy ünnepélyes aktus, amelynek keretében leköszönt a régi vezérkari főnök, hiszen honvédelmi miniszter lesz belőle, és kinevezésre került az új vezérkari főnök. És ezen a ünnepélyes aktuson a miniszterelnök mondott egy beszédet, ahol bejelentette azt, hogy márpedig ebben ez a fedőnév, ha ezt magyarra lefordítjuk, ez annyit jelent, hogy létre kéne hozni végre egy ütőképes magyar hadsereget. Mi indokolja ezt a lépést? Hát, szerintem az, hogy az az igazság, hogyha egy ország nem képes megbecsülni és megfizetni a saját katonáit, akkor előbb-utóbb mások katonáit fogja megfizetni, ugye szólt a régi bölcsesség. Tehát szerintem Magyarországnak szüksége van arra, hogy azokkal az országokkal versenyképes haderje legyen, amelyek hasonló méretűek. Egész egyszerűen ez politikai súlyt is jelent. Tehát nyilván nem arra kell gondolni, hogy Magyarország háborút szeretne indítani, hiszen ilyen szándék nincsen, de az, hogy ma a politikai súlynak az is feltétele, hogy valaki mögött bevethető, ütőképes hadsereg álljon, ez egész biztos. És hogyha belegondolunk abba, hogy vannak olyan nemzetközi kötelezettségeink, amik jók és helyesek és betartandók, és nem azért, mert nemzetközi kötelezettségek, hanem valószínűleg azért vállaltuk őket, mert helyesnek ítéltük. Az, hogy a magyar költségvetésben rendelkezésre álló forrásoknak 2%-át, vagy egész pontosan a magyar nemzeti össztermékeknek, a GDP-nek 2%-át a hadseregre kell költeni, ez egy NATO kötelezettség, de ez helyes. Ez ugyanúgy helyes, mint ahogy az Európai Unióban a gazdasági kritériumokat, Maastricht kritériumokat be kell tartani, mert ez is az ország érdeke. Tehát miután ezt mi vállaltuk, és évről évre éppen ezért 1%-kal nő a magyar katonai költségvetés, ráadásul van egy erős gazdasági növekedés, 4% fölötti növekedés, ezért kétszeresen is bővül a honvédség költségvetése, és ez most már lehetővé teszi azt a haderőfejlesztést, hadseregfejlesztést, amire szerintem az említett okokból szükség van. Igen, hát teljesen laikusként egy megjegyzést engedj meg, még visszautalva első mondataidra, mi szerint a hozzánk hasonló országokkal kell nekünk, vagy kellene nekünk egyenrangú félként megállni a helyünket. Ma mondjuk egy adatot mondok, ma Romániának közel 900 harckocsija van, Magyarországnak 32. Innen indulunk. Ez kijelöli a feladatokat. Ez kijelöli a feladatokat nagyjából. Még mindig belpolitika, és most már egészen szűken véve Budapest. Amióta megnyertük a választást, most már több mint egy hónapja, a szeretve tisztelt ellenzékünk egyik kedvenc lemeze, amit naponta fölraknak, hogy mivel Budapest úgymond rosszul szavazott, vagyis itt nem a Fidesz nyert, és ez volt az egyetlen hely az országban, ahol nem a Fidesz nyert, ezért majd most meglátja Budapest, hogy a kormány bosszút fog állni. Ez a mantra. De ezt egyébként eljátszották az összes fideszes győzelem után. Nézzük meg egy kicsit akkor ehhez képest, hogy mi a helyzet Budapesttel, mi történt Budapesten, és mi fog történni Budapesten. A első kérdés, hogy mi történt Budapesten, azért azt jegyezzük meg, hogy 10-ből 4 ember átlagban Budapesten is a Fideszre és a kormánypártokra szavazott. Hogy ez egyébként mondjuk a kisebb településeken elért 55%-os eredménynél kevesebb, ez igaz, de Budapesten is a legerősebb, a legtámogatottabb, legnagyobb párt a Fidesz lett. Bocsáss meg, ne feledd szabad, csak hagyd szúrjam ide be. Előszeretettel mondogatják, hogy a fiatalok aztán végképp nem szavaznak a Fideszre. A 18 és 35 év közötti korosztály 37%-a is a Fideszre szavazott, vagyis majdnem 40%-a, vagyis a legtöbben ebből a korosztályból is ránk szavaztak, zárójel bezárva. Igen, az a helyzet, hogy olyan nagyok és erősek vagyunk, hála jó Istennek és köszönet a választók bizalmának, hogyha valahol csak simán a legerősebbek vagyunk, és nem jelent ez abszolút értelmevett többséget, akkor már-már magyarázkodni kell. Az ellenzéki pártok nagy bajban lennének, hogyha ilyen mércét érvényesítenének saját magukkal szemben. De visszatérve Budapestre, éppen ezért nekünk
Budapestet stratégiai kérdésnek, stratégiai fontosságú kérdésnek kell tekinteni a jövő szempontjából, és nem azért, mert itt is mi vagyunk a legerősebbek, hanem azért, mert Magyarország, egy sikeres, erős Magyarország nem képzelhető el egy sikeres, népszerű, szeretett és nemzeti büszkeségre okot adó Budapest nélkül. Tehát ez nem a választási eredménytől függ, hanem ennek az országnak, ebben az országban Budapestre mindenki okkal lehet büszke, a világ egyik legszebb városa, most a Bloombergnek ugye volt egy ilyen kimutatása, hogy a turisztikai szempontból melyek a legvonzóbb városok, és Velence mögött Budapest lett a második. Nyilván sokféle ilyen kimutatás van, de legyünk őszinték, hogy az elmúlt években a turizmus is nagyon sokat fejlődött, és Budapest a rendszerváltozás óta mindig akkor fejlődött, mindig akkor volt nagy előrelépés, amikor egyébként polgári kormány vezette az országot, és akkor volt visszalépés, és akkor nem történt egyébként semmi, amikor pedig Dembski Gábor mellett még egy balliberális kormány is volt hatalmon. Tehát ha megnézzük az elmúlt 8 évnek az eredményeit, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Budapest összességében a kerületekkel, kerületi polgármesterekkel és különösen Tarlós főpolgármester úrnak a vezetésével nagyon nagyot lépett előre. És tudunk-e bármit mondani mondjuk az ebben a ciklusban várható budapesti tervekről? Hát az az egyik újdonsága a frissen létrejött miniszterelnökségnek, hogy lesz egy Budapesttel és az agglomerációval foglalkozó államtitkárság, Fürjes Balázsnak a vezetésével, aki az elmúlt években is sok budapesti fejlesztést bonyolított le sikeresen, és azt szeretnénk, hogy rövid időn belül legyen egy egységes Budapest koncepció, mit szeretnénk a következő 10 évben elérni Budapesten, milyen fejlesztése, úthálózat, tömegközlekedés bővítésre van szükség, és hogyha ezt rendbe tudjuk szedni, akkor egy olyan tervezett 10 éves program indulhat, amelynek a végére elérhetjük, hogy Budapest egyértelműen a régiónak vezető városa legyen, ne csupán egy legyen Prága és Bécs mögött, vagy Prága és Bécs mellett, ahol most állunk, hanem az a város legyen, amiért ebbe a térségbe, Közép-Európába érdemes turistaként is eljönni. Akkor tehát bosszúállásról nincs szó. Nem tudom, mennyire tűnt ki a szavaimból, de távol áll tőlem a bosszú. Kicsit több, mint másfél percünk maradt egy roppant egyszerű kérdésre. Térjünk vissza Európába. Ugye Douglas Murray követte el azt a kötetet, aminek az a címe, hogy Európa furcsa halála. Magam is olvastam, és egészen megdöbbentő olvasmány, és a szerző nemrégiben föltett a internetre egy videót, ahol maga beszél, és gyakorlatilag megismétli azt, hogy Európa jelen pillanatban öngyilkosságot hajt végre. Ahogy sok egyéb mellett fogalmaz azért, mert nem hisz semmiben, nincs hite, nincs tartása, és az ürességgel néz szembe, ahogy ő fogalmaz. 58 másodpercet maradt arra azon kérdés megválaszolására, hogy van ebből az európai zsákutcából kiút, vissza lehet még farolni? Vagy már csak Közép-Európa marad? Természetesen abban kell reménykednünk, hogy visszaút mindig van, de ha ma megnézzük a demográfiai folyamatokat elsősorban és a bevándorlás mértékét, akkor Közép-Európának a kiindulási pontjai lényegesen jobbak. Természetesen más életszínvonalon élünk, és az a cél, hogy ebben viszont kiegyenlítődjenek a különbségek, de az biztos, hogy hosszú távon a közép-európai térség képviseli ma a hagyományos európai értékeket, és úgy tűnik, hogy a megmaradáshoz ezeknek a képviseletére feltétlenül szükség van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, odahaza is és itt is. Messzire ne menjenek, mert hamarosan híradó, velem pedig a szokásos időben jövő vasárnap este találkoznak. Viszontlátásra!